Köszöntöm a háttér nézőit. Első vendégem Völner Pál országgyűlési képviselő lesz, akivel politikáról, az országgyűlés heti üléséről, a veszélyhelyzet meghosszabbításáról és egyéb újabb támogatásokról fogunk szót ejteni. Ezt követően pedig Russai Miklóssal elemezzük a legfrissebb helyzetet a Covid-dal kapcsolatban, a Sinopharm kínai vakcináról is szót ejtünk, és azt is megtudhatják, hogy mit mond Russai Miklós, mikor lehet vége ennek az egész rémálomnak. Tartsanak velünk, már is kezdünk! A héten szavazott az országgyűlés a veszélyhelyzet meghosszabbításáról, és az ellenzéki pártok is napirendeleti felszólalásukban mondták el az aktuális dolgokat, hogy hogyan reagált mindenre a kormány. Mindezekről szót fogunk ejteni dr. Völner Pál országgyűlési képviselővel. Üdvözlöm! Köszöntöm a nézőket! Kezdjük akkor ezzel, mert a veszélyhelyzet meghosszabbítása foglalkoztat megint mindenkit, ugye 90 nappal hosszabbították meg, de azért tisztázzuk, hogy a veszélyhelyzet meghosszabbítása az nem egyenlő azzal, hogy a szigorítások is feltétlenül 90 napig ugyanígy maradnak. Nem, a veszélyhelyzet gyakorlatilag jogköröket ad a kormánynak arra, hogy ne egy szokásos parlamenti 6-7-es ütemterv szerint tudjon egy-egy intézkedést meghozni. Ez teszi lehetővé, hogy ma 3,5 millió vakcinával többet vásároltunk, tehát 3,5 millió emberrel többet tudunk beoltani, mint a többi uniós állam az adott ütemtervhez, vagy az uniós vakcina mennyiséghez képest. Ezt tette lehetővé, hogy soron kívül lehetett intézni az orvosoknak a béremelését, az egészségügynek a szükséges átalakítását, ami egy nagyon nehéz folyamat természetesen, de bele tudtunk vágni, hogy dönteni lehetett a 13. havi nyugdíj visszaépítéséről, az 50%-os munkabértámogatásról, tehát a munkahelyek megőrzéséről, a cégeknek nyújtott beruházási támogatásokra, meg szintén a munkahelyeknek a bővítését, megőrzését szolgálják, vagy dönteni lehetett arról, hogy a kis- és középvállalkozásoknak csak fele annyi iparűzési adót kelljen fizetni, mint attól korábbiakban. Tehát ez egy fontos eszköz a kormány kezében ahhoz, hogy minél gyorsabban, rugalmasabban a munkavállalók, a egészségügyi dolgozók, tehát az egész ország lakosságának az érdekében intézkedni tudjon. E kapcsán már sok mindent említett, de azért egy-két dolgot részletesebben is elemezzünk ki, akkor mondjuk kezdjük a vakcinaszállításokkal kapcsolatban, hiszen ez most a legfontosabb. Mindenhol az egész világon ettől teszik függőbbé majd azt, hogy mikor, hol, milyen korlátozások felfüggesztését lehet megengedni, és milyen ütemben térhet vissza az élet az eredeti körforgásba. Hát Magyarország akkor ezek szerint egy másik utat választott, ennek megvolt az oka. Az ellenzék is ehhez hozzáfűzött sok mindent, no de hiába támadják a kormányt, akár az uniós szinten is, vagy a hazai ellenzék, látjuk, hogy hány uniós tagország, Szlovákia, Németország és sorolhatnám Franciaország választotta, vagy választaná, ha tudná olyan gyorsan azt az utat, amit Magyarország. Hát a járvány nagy úr, és hogyha azt látjuk, hogy a világban mondjuk Nagy-Britannia, Izrael, ezek az államok, amelyek nem uniós tagállamok, vagy akár Szerbia, ami a szomszédságunkban van, sokkal előrébb tartanak az oltással, akkor azt kell mondanunk, hogy ők járnak jó úton. Tehát mi haladunk természetesen az uniós úton is, tehát minden uniós beszerzésnek is részesei vagyunk, de megkeresik azokat a plusz lehetőségeket, plusz forrásokat, ami a magyar emberek biztonságát még jobban szolgálja. Erről van egy vitánk természetesen az ellenzéken, mert neki van egy ilyen taktikája, hogy minél jobban elbizonytalanítani az embereket, minél tovább húzódjon a válság, mert hogyha a vírus velünk van, akkor talán a választásokon, akkor ők jobban tudnak szerepelni, mert elégedetlenebbek lesznek a kormányon a választók. Ez egy nagyon csúnya játék, mert szerintem az egészség az nem lehet a politikának a játszótere, és ezt nagyon rafinált módon természetesen végzik. Például az orosz vakcinával kapcsolatban a DK-s kijelentések, hogy emberkísérletnek nevezték azokat az orosz vakcinákat egyébként, amit használnak Szerbiában, az ottani magyarok, azok védettek tőle, de ugyanígy már a németek be akarják szerezni, most a szlovákok is hosszas hezitálás után azt mondták, hogy most már minden áron kell nekik, mert más kiutat nem látnak, hogy gyorsan kijöjjenek ebből a járványhelyzetből, amiben vannak. Tehát ilyenkor szerintem egy kicsit úgy felül kellene emelkedni a napi politikai érdekeken, és mondjuk itt a veszélyhelyzet megszavazásánál is ugyanez a játék zajlott egyébként, ami
a korábbiakban, hiszen az első veszélyhelyzetet sem akarták a politikai ellenzéki pártok megszavazni, akkor arra hivatkoztak, hogy a veszélyhelyzethez igazodóan volt a határidő meghatározva, nem egy konkrét naphoz kötötten. Aztán, amikor ősszel kellett, akkor a 90 napost elfogadták. Most megint a 90 napos lett beterjesztve, de most megint úgy döntöttek, hogy most megint az a jobb, hogyha most ők ebben nem lesznek partnerek. Szerintem ez egy csúnya játék, és ezt a választók biztos, hogy ugyanígy értékelik. Hát mondjuk ki őszintén, hogy nyilvánvalóan ezekben mind ott van a kőkemény a politika, a politikai háttér, a politikai megítélés, a vakcina beszerzése kapcsán is, mert lehet, hogy az Unió a kommunikációja, akár az orosz ipar, vagy az orosz gazdaság felé, vagy az orosz kormány felé nem mindig ugye az, mert sokat kritizálják. Aztán ugye most mégiscsak a vírus kapcsán kőkemény üzleti érdekek lehetnek a háttérben, tehát nyilvánvaló, hogy még a briteket is büntették az AstraZeneca kapcsán, hogy csak később kapta meg az uniós tanúsítványt. És az is látszik, hogy ez egy hosszú távú folyamat, tehát itt lehet, hogy évente kell oltani a lakosságot, ami egy bomba üzlet. Tehát csak Magyarországot tekintve ilyen 100 milliárdos üzletről beszélünk. Vagy vehetjük azt, hogy amikor ez a taktikázás, hogy akkor mennyit fizetünk, mennyit nem fizetünk, Izrael állítok sokkal többet fizet például a Pfizernek, mint az Unió, viszont ők kapják, mi meg nem. Igen, tehát ők már jóval 50% fölött van. Ugye, mint a régi viccben, hogy akkor a szomszédban miért csak 4 forint a paprika, itt meg 8, és mondtam, hogy ha nálam se lesz, nálam is 4 forint lesz. Tehát gyakorlatilag most láthatjuk, hogy élőben ez hogyan néz ki, és nagyban, de ez egy nagyon szomorú történet. És akkor gyorsan egy picit arról, mert azért nagyon fontos, hogy itthon zajlik az, hogy akár majd licensz alapján a gyártás jövőre beindulhat, vakcinagyártás, de még az is előfordulhat, hogy a magyar tudósok, ugye azért azt tudhatjuk, ha visszamegyünk a történelembe, hogy micsoda múltra tekint vissza a hazai védőoltások fejlesztése, és a szakemberek kőkeményen dolgoznak azért, hogy egy magyar fejlesztés. Pécsi Egyetemnek konkrétan van az osztrákokkal egy közös fejlesztési programja, amiről olvashattunk a hírekbe, úgyhogy én nagyon remélem, hogy ez a lázas időszak, amit itt ez a járvány okoz, ez egy fél éven belül talán nyugvó pontra jut, és akkor gyakorlatilag ha velünk is lesz a vírus, de folyamatában tudjuk korlátozni, és ki tudunk jönni ebből a fajta karanténvilágból, amiben most kényszerűen élünk. Picit még az Unióval kapcsolatban van egy újabb vita, méghozzá az NGO, tehát ezek az úgynevezett NGO szervezetek, amiknek többsége tényszerűen akár Soros Györgyhöz is köthető. A magyar kormány egy átláthatóbb ezeknek a szervezeteknek, ezeknek a civil szervezeteknek a gazdasági működésére való nagyobb rálátást szeretné elérni. Az Unió ezzel ellentétben nem így gondolja. Itt van egy vita valóban az Unióval, és a luxemburgi bíróság úgy döntött, hogy a korábbi magyar szabályozás az túl szigorúra sikeredett, de azt elismerte maga a bíróság is, hogy az átláthatóság és hogy milyen pénzek hogyan mozognak, az egy gyakorlatilag egy megkövetelhető szempont és egy támogatandó cél. Itt elsősorban inkább azt mondanám, hogy itt a balliberális erőknek van egy ilyen sérelme, hogy szerintük ez megbélyegző, hogy mondjuk kiderül, hogy Soros György nyílt alapítványát, vagy nyíltársadalom alapítványától kapják az éves apanázsukat, és netán valakinek összeáll a fejébe, hogy ezért Soros György nézeteit hirdetik, mondjuk a kormánnyal szemben. Ez egy nagyon sérelmes dolog a részükről. Én remélem, hogy sikerül olyan új szabályozást találni, ahol a kecske is jól lakik, meg a káposzta is megmaradt, tehát teljesül az átláthatóság, és gyakorlatilag nem tudják annullálni ezeket a törekvéseket, amelyek igenis megmutatják, hogy ők külföldről pénzelik őket. Ilyen abszabályozás van Amerikában is egyébként, vagy most a franciák éppen az iszlám szervezetekkel kapcsolatban akarnak egy 10 000 eurós limitet meghatározni, annál nagyobb összeget kapnak külföldről, akkor azt jelenteni kötelesek, és különböző szankciókhoz is kötik ezeket a finanszírozásokat. Ehhez képest a magyar szabályozás eddig is enyhe volt, és gyakorlatilag mi csak a nyilvánosságot akarjuk biztosítani, nem a szankciórendszert akarjuk erőltetni. Egy picit akkor vissza a hazai vizekre, miközben ha már az ellenzéknél tartunk, azért a parlamentben is lehetett a felszólalásokban hallani, akár a
jobb oldal részéről, tehát a kormány oldaláról az, hogy micsoda összefüggések vannak, meg micsoda meghasonulások vannak bizonyos politikai vezetők tekintetében, elsősorban talán a Jobbik tekintetében, akik még egy pár évvel ezelőtt karakán módon egyértelműen kihangsúlyozták Jakab Péter több tucatszor, hogy a kommunista utódpártokkal, Gyurcsány Ferencékkel, a baloldallal soha, de soha nem fognának össze semmilyen körülmények között. Hát lásd csodát, most pedig csatlósként mellettük vannak kőkeményen, ezek is szintén tények, és ez nem nagyon tetszik neki, ez látszik. És akkor majd ebből átfűznénk azt, hogy a választások kapcsán nyilván már akárban mondhatjuk azt is, hogy elindult a kampány időszak, néha amit a parlamentben lehet hallani, legalábbis erre utal az ellenzék részéről. De hát az ellenzék is bizonyított, mert az önkormányzati választások, a legutóbbi választások kapcsán több nagyobb városban is átvették a vezetést, ott hallhatjuk sorra Pécstől, Tatabányát, Siófokon keresztül, hogy micsoda botrányok vannak. Na mi a helyzet így az ellenzék táján? Menjünk sorba. Hát nagyon érdekes volt a tegnapi felszólalásokat, meg a korábbiakat is követni. Gyakorlatilag Jakab Péter, régi Jakab Péterről beszélt, tehát mint egy skizofrén. Meghasonlott. Igen, Jekyll és Hyde című történet. És gyakorlatilag a kormány oldalt hibáztatja, hogy ez a helyzet előállt, hogy gyakorlatilag Gyurcsány Ferenc első számú katonája lett, tehát a DK zsoldosaként vitézkedik a parlamentbe. Ugye ő mondja a keményeket, Gyurcsány most ugye a finomra hangolva próbálja elhitetni, hogy gyakorlatilag ő is megváltozott, tehát nem csak Jakab Péter. Egy nagyon tragikomikus folyamatnak vagyunk a részesei, amikor gyakorlatilag a hatalom megragadása, ugye ez a lenini elv uralja el az ellenzéknek a sorait, és gyakorlatilag bármit homlok egyenest ellenkezőleg hajlandók mondani, mint amit akár 5 éve tettek, vagy 3 évvel ezelőtt, csak azért, hogy a Gyurcsány listára felkerülhessenek, és a gazda tetszését azt kivívják. Mi a helyzet a városvezetésekkel? Tehát ugye itt említettem nagyobb városokat, de akkor maradjunk akár csak Tatabányánál, ugye helyi szinten, vagy a megyei szinten. Nagyon sok nagyvárosban, ahol az ellenzék úgymond koalícióban kormányoz, nevezzük így, vagy vezeti a várost, összevesztek, kizárták egymást, különböző alkukat kötnek, kiderülnek szerződések, stb. Tehát megy a pénz kifele, a saját zsebbe vissza. Hát azt hiszem, ennek a legnagyobb tanműhelye az a főváros, a Karácsony Gergelynek talán már 50-nél több tanácsadója, tehát ezek a megfizetett holdudvar, akiket kénytelennek magukkal utaztatni, jelen van. De mondhatnám Niedermüller Pétert a 7. kerületből, aki most éppen az egyetlen zsidó tévét akarja gyakorlatilag ellehetetleníteni, mert a jobbikosokat nem engedték be a stúdiójukba, és a koalíciós kényszerez diktálná, vagy egy zeneiskola épületét gyakorlatilag nem engedi be a 600 diákot, hanem átjátszott ennek az SZFE Egyesületnek, vagy kinek, akit éppen a keblére ölelt. Tehát csupa ilyen gyanús és gyakorlatilag az ott élők érdekeivel homlok egyenes szembe menő üzletet láthatunk, ami megvalósul. Miért lett a Láncid felújítása 5 milliárd forinttal drágább, mint 8 nappal ezelőtt? Ugyanannak a cégnek az ajánlata, ami volt. Miért adták oda azt a pénzt előre nekik, előlegbe, ami szintén nem volt benne a korábbi szerződésbe? Hogyan nyerhetett egy busztendert egy olyan offshore cég, tehát amit mondjuk a főpolgármester helyettes asszonyhoz volt élettársához köthető, ami egyébként még a kiírás időpontjában nem is létezett. És életükben nem gyártottak autót. Életükben nem gyártottak, nem üzemeltettek, nem is létezett a cég, amint említettem. Tehát csupa olyan fura történet és meghasonlás, ami homlok egyenes szembe megy azzal, amit hirdetnek, meg amit állítanak, vagy mondhatnám Fekete Győr Andrásnak a legutóbbi kijelentését, hogy majd mit fognak csinálni a választások után, arról ott nem lenne transzparens, és nem mondaná el, hogy mit fognak csinálni. Hát könyörgöm, azért ennél azért kicsit többre vágynak a választók, hogy mi lesz a jövő. Mi elmondjuk, hogy lesz nyugdíjemelés, családtámogatási rendszer, lesznek beruházási támogatások, munkahelyi támogatások. Gyakorlatilag egy transzparens, átlátható világban élhetünk, amiben mindenki ki tudja számítani a jövőt. Látjuk, hogy vannak béremelések. Megnéztem például a megyei bérek az elmúlt 10 évben 130 ezer forintot, 260 ezer forintra emelkedett a nettó átlagbér. Most
hasonlítsuk össze a korábbi évtizedeket, hogy mikor történt korábban ilyen fejlemény, mikor volt a nyugdíjak értékállósága garantálva, mikor volt egy olyan időszak, amikor mondom, hogy még el tudtuk kezdeni a 13. havi nyugdíjnak a visszaépítését, aminek az első részletét, az első heti részletét már megkapták ebbe a hónapban, vagy megkapják a nyugdíjasok. Tehát a társadalom minden rétege, hogy úgy mondjam, előnyökben részesül. Ezt képest azt mondani, hogy váltsuk le Orbán Viktort, és akkor minden jó lesz, azért egy kicsit így homályos jövő. Tehát ezt a kockázatot nem tudom, hogy ki az, aki bevállalja. Pont egy olyan illetőnek, aki most jelentette be, hogy miniszterelnök jelöltként akarja megmérettetni magát, ami az egyik újságíró, hogy talán jó lett volna, legalább egy közértet vezetett volna előtte. No, nézzünk egy kicsit a helyi vizekre. Az önkormányzatok, mondjuk elsősorban szintén itt is az ellenzék által vezetett önkormányzatok azt kifogásolják, hogy a kormány forrásokat vesz el tőlük méghozzá az iparűzési adó tekintetében, és ezért nehéz helyzetbe kerülnek. Mi a helyzet ezzel? Én azt tudom, hogy én 2015 önkormányzati vezető voltam, forrásokat akkor vettek el az önkormányzatoktól. Mi az, ami most történik, mert ugye valami történt, hogyha valamilyen kijelentésre ragadtatták magukat. A kis és középvállalkozások, a megzömébe magyar vállalkozások, azoknak a jövő mostantól fele annyi iparüzési adót kell fizetni. De ez az önkormányzatoknak befizetett iparüzési adónak az egyharmadának a felét kell alatta érteni országos szinten egyébként. És a kormányzat részéről az is elhangzott, sőt, meg is van már a rendelet is rá, tehát gyakorlatilag akik önkormányzati vezetők nagyon jól tudják, hogy a 25 ezer fő alatti településeknél ezt a kieső bevételt, mert ez kieső bevétel nem elvett, nem elvonás. Megint csak azt mondom, hanem azoknál marad, akik megdolgoznak érte, tehát a vállalkozásoknál, ezt a kormány kompenzálja, kifizeti. A 25 ezer fő alatti fölötti településeknél pedig külön megállapodik az önkormányzatokról, hogy milyen juttatásokban részesülnek, hogy gyakorlatilag a pozíciójuk ne romoljon, mint hogyha ez teljes egészében így maradna. De erre azt állítani, hogy a kormányzat mondta el, ez nem igaz, ez egy adócsökkentési lépés. Gyakorlatilag, ami nagyon jól illeszkedik az elmúlt 10 évnek a folyamatába, és azt láttattuk, hogy eddig mindig központi adók csökkentek, most ebben az esetben egy önkormányzati adó csökkent, ami lehet, hogy mondom, a Karácsony Gergelynek gondot okoz, mert csak 120 milliárd forinton ül éppen, és ő jobban szeretne mondjuk 180 milliárdon ülni, mert úgy érzi, akkor gyakorlatilag fél évvel tovább húzza, amíg feléli a vagyont. De szerintem inkább azt kell megnézni, hogy mire költ, ne költsön 5 milliárdot többet a Lánchídra, tehát hogy ne legyen neki 50 tanácsadója, mikor van ideje ennyi emberrel beszélni. Tehát hogy gyakorlatilag ilyen fizikai képtelenségekkel találkozunk. Lehet, hogy és ő már tudja az időutazást. Miért van annyi főpolgármester helyettese, amennyi van, miért nem kevesebbel dolgozik. Tehát hogy vannak azért olyan megtakarítási lehetőségek, amelyek ugyan a Holdudvarnak lehet, hogy fájnának, de gyakorlatilag mindig magán kellene kezdeni mindenkinek a spórolást. És akkor megint csak egy tényszerű dolog, amik már ugye az előző ciklusban, vagy az előző években is kifutottak, jól futottak, különböző programok megvalósultak. A Magyar Falu program és a topos pályázatok, ezek is újraindulnak. Igen, tehát egyrészt indulnak a nagy gazdaságiak, azokról uniósokról, azokról majd külön beszélünk, amikor már konkretizálódnak. A megyei területfejlesztési, településfejlesztési programnál az önkormányzatokkal egy intenzív egyeztetési folyamat zajlik egyébként a megyei önkormányzat részéről, hogy milyen szegmensben, milyen nagyságrendű pályázatok kerüljenek kiírásra, rendelkezésre álló keretekből. Remélem, hogy ugyanolyan sikeresen le tudjuk hozni majd ezt az előttünk álló ciklust is, mint amiben most voltunk, tehát hogy minden településre jutott ebből a pénzből, és olyan célra, amit egyébként a települések szerettek volna. És hát a falu program, ami éves ciklusban ugyanezt a megújulást mutatja, eddig is úgy tűnt, hogy nagyjából minden település sikeresen tudott pályázni. Az idejében még nagyobb keretösszegről beszélhetünk. Szerintem ugyanúgy tudjuk menedzselni a polgármesterekkel, testületekkel, településekkel együtt, ahogy ez eddig történt. A Magyar Falu program forrásairól még annyit, hogy úgy tűnik egy-egy évben, mintha ezek apró összegek lennének, de hogyha mondjuk 7 éves kitekintésbe összeadjuk, akkor elérik a topos programnak a forrás nagyságát. Tehát ez egy nagyon fontos tényező a településeknek a fejlesztése élete szempontjából, és az, hogy évente elérhető, gyakorlatilag az önkormányzatok által meghatározott célokra tudnak pályázni,
és az is látszik, hogy nagyon és költségvetési forrásból, tehát a magyar állam a saját bevételeiből tudja finanszírozni, és évről évre emelkedik a keretösszeg. Ez az egyik legjobb program, ami a vidéken élést, meg a megmaradást szolgálni tudja. Nagyon röviden a végén még ejtsünk szót az Esztergom és a környékbeli felújításokra. Itt Esztergomon talán a fürdőszálló, ami nagyon közel áll már ahhoz, hogy tényleg ugye akár az első úgymond kapavágás megtörténjen, hiszen ott azért nagy dolgok, nagy tervek vannak kilátásban, és nyilván nem csak magát a fürdőszállót és az egész építményt, hanem a körülötte lévő részt és zöld területeket és akár parkokat is érinti ez a felújítás, megújulás. Ez a projekt is az együttműködésről szól, tehát a Dunakanyar fejlesztési program keretében a Szent István strandfürdő felújítására van a városnak forrása. Részben besegítenek a fürdőszállónak a külső megjelenésének a megújításába, és a szakképzési centrum pedig vállalta, hogy egy tanszállót alakít ki magába az épületbe, és ezzel Esztergom közepén is végre érzékelhetők lesznek a változások, a megújulás. Minap járhattunk ugye a bazilika kupolájába. Igen. Tehát látszik, hogy végre az a léptékű felújítás kezdődik el Esztergomba, ami mindenki számára érzékelhető és látható. Én azt hiszem, hogy régóta vártunk arra, hogy így lendületbe jöjjünk, de én azt várom, hogy mind a városvezetés, mind az állam részéről ezt további lépések kövessék. Ezeket nyilvánvalóan majd követjük, és hogy majd akár a megvalósítás mezeire lépnek, akkor be is mutatjuk ezeket. Köszönöm, hogy itt volt velünk. Köszönöm a lehetőséget. A héten elkezdik a Sinopharm kínai vakcina oltakozását is, ugye több háziorvos is már megkapja a héten, és szerdától, ha minden igaz, most már ezt megkapják. Ebből a vakcinából egyébként nagyobb mennyiség érkezett most, és várhatóan ez majd így lesz a jövőt tekintve is. Továbbra is a szakemberek szerint egyetlen kiút van a vírusból, hogyha megfelelő átoltottságot érnek el az országok világszerte. Mindezekről beszélgetünk Rusvai Miklós virológussal, üdvözlöm! Jó napot kívánok, üdvözlöm a nézőket is. Kezdjük akkor a felvezetésemben megemlített új kínai vakcinával kapcsolatban. Mi a helyzet, mit tudhatunk róla, és tulajdonképpen már amit a szakembereknek tudnia kellett, azt megtudták, hiszen a héten indul az oltakozás. Így van. Tehát mindenek előtt azt szeretném leszögezni, hogy bármelyik vakcina jobb, mint a fertőzés, mint a betegség. Messze nem lehet összehasonlítani a kockázatait bármelyik vakcinának a megbetegedés a COVID betegség kockázataival. Én nálam egyébként a kínai vakcina meglehetősen jó helyen áll, tehát dobogós helyen áll, amennyiben én nem kapnám meg a Pfizer vagy a Pfizer-BioNTech vagy a Moderna vakcináját, én harmadikként a kínait választanám. Ez egy nagyon megbízható, nagyon jó immunválaszt indukáló oltóanyag, ami úgynevezett inaktivált oltóanyag, tehát abszolút veszélytelen, nagy mennyiségben mesterséges körülmények között elszaporított vírust inaktiválják, tehát a szaporodó képességét megszüntetik, és ezután az így készült oltóanyagot oltják be az emberekben, ami egyébként ez a technológia már nagyon régi, közel 100 éves, jól bevált. Ilyen vakcina például a kötelezően használatos gyermekbénulás elleni vakcina Magyarországon, de ilyen a szabadon választható kullancsencefalitis elleni vakcina, vagy például az influenza vakcina is így képzül. Én semmi ellenérzést nem érzek a kínai vakcina iránt. Ugye ez nagyon fontos, mert hát most mindenki azért küzd az egész világon, hogy megfelelő mennyiségű vakcina érkezzen hozzá. Vannak, akik sokkal jobban állnak, van, akik kevésbé jól állnak. Mi hogy állunk, magyarok? Vakcinázásban sajnos nem állunk még jól. Tehát körülbelül 4%-os az ország oltottsága. Ezzel még az európai mezőnyben még csak hagyján, tehát benne vagyunk az első 10-ben, de világviszonylatban azért jócskán elmaradunk, például Izrael vagy az Egyesült Államok,
vagy több arab ország, gazdag arab ország mögött, tehát összességében maradjunk úgy, hogy a körülbelül a világot tekintve az első egyharmad vége felé vagyunk. És várhatóan, amit hallunk, hogy talán majd érkezhet nagyobb mennyiség, nyilván a mennyiség fogja meghatározni a sikerességet. Igen. Én abban reménykedem, hogy amennyiben a kínai vakcina az előírt ütemezésben érkezik, és ugyanígy az orosz vakcina is, akkor ugrásszerűen fogunk majd javítani ezen a vakcinázottsági helyzeten. Én továbbra is abban reménykedem, hogy nyárra az ország átoltottsága eléri majd azt a szintet, hogy a nyári immunitás kialakul, és ennek következtében ősszel már nem lesz kötelező a maszkviselés. Persze mindenki, ha úgy gondolja, akkor nyugodtan viselheti, de legalább kötelező már nem lesz. Igen, ez nagyon fontos, és hát mindenki azt kérdezi, és mindenki azt várja, hogy mikor lesznek az enyhítések. Hát majd szakmai szemszögből közelítsük ezt meg doktor úrral, mert én amikor látok a koronavírussal manapság megjelenő cikkeket a közösségi felületeken, hogy itt a harmadik hullám, meg a nem tudom mi, sokan már elbagatelizálják, rengeteg az ingerült visszajelzés, sőt, talán többségében is van, és azt veszem észre, hogy az emberek megint csak mit elkezdenék elfelejteni, egyrésztről azt, hogy milyen vírussal állunk szemben, és másrésztről pedig teljesen megértem a reakciójukat, de hát ilyenkor mit lehet jót tenni szakmai szemmel? Hát egyrészt valóban az, hogy próbálunk türelmesek lenni, tehát minden elhúzódó probléma, minden elhúzódó válság az nehézségekkel jár, és a nehézségek adott esetben türelmetlenséget okoznak, elsősorban azokat, akiket nem érint. Főleg a fiatalok, a nem veszélyeztetett korban lévők azok, akik türelmetlenek. Az idősek között sokkal nagyobb a türelem is, és nagyobb az oltási hajlandóság is. Tehát nyilván a veszélyeztetettségi érzéssel párhuzamosan nő a türelem és az oltakozási kedv is. A fiatalokat csak kérni tudjuk, mi idősebbek, hogy még egy kicsit legyenek türelemmel. Szerintem 2 hónap, 2,5 hónap maximum, amit még el kell viselnünk. Ezelőtt egy évvel nem gondoltuk volna, hogy ennek a járványnak mondjuk egy év múlva már a vakcinás védekezésnek köszönhetően esetleg vége lehet. Egyébként nagyon könnyű megjósolni azt, hogy mikor lesz vége, vagy mikor lehet feloldani a korlátozásokat. A korlátozások feloldásának megkezdése akkor kezdődhet, amikor a tavaly októberi szintre visszacsökken a lélegeztetőgépen lévő kórházban lévők száma, a halottak száma, tehát a statisztikát kell nézni. Ez mit jelent számokban most? Most hol tartunk, és mi lenne az a szám? Tehát 50 alá kellene, hogy csökkenjen a napi elhalálozások száma, és 500 alá a napi friss fertőzöttek száma. És teljesen a korlátozásokat pedig akkor lehet megszüntetni, amikor elérjük a tavaly szeptember elejé szintet, ami azt jelenti, hogy 5 alá csökken a napi halálozási szám, és 100 alá csökken a friss fertőzöttek száma naponta. Ebben az esetben már mondhatjuk azt, hogy túl leszünk a harmadik hullámon. Én úgy gondolom, hogy ez májusra bekövetkezik. Ennek csak az tehet keresztbe, ahogy mondani szokták, ha egy újabb mutáns jelenik meg, ami ellen esetleg a vakcinák nem védenek, illetve a korábban átvészelt fertőzés sem véd meg, mert nem hatásos az immunitás, ami kialakult. Ennek mennyire reális esélye, és mennyiben függ, amiről már korábban beszéltünk, az időjárástól? Tehát, hogy teszem fel, mert májusban nyilván melegebb lesz. Az időjárás nekünk dolgozik, a mutáció pedig ellenünk dolgozik. Az, hogy újabb és újabb mutánsokról hallunk hírt, tehát az, hogy ugye az angliai mutáns mellett most már braziliai, dél-afrikai mutáns, sőt egyesek szerint norvégiai és csehországi mutáns is van már. Ezekkel kapcsolatban tudnunk kell, hogy a mutáció az folyamatos a koronavírus esetében, és soha nem tudhatjuk, hogy nem ebben a másodpercben alakul ki egy olyan mutáns, ami ellen nem védenek a vakcinák. Reméljük, hogy nem, de ha ilyen kialakul, akkor sajnos újra tervezés van, ahogy a GPS szokta mondani, amikor utat keresünk.
és bizony akkor újra kell kezdenünk az egészet, de reméljük, hogy ilyen nem lesz. Az, hogy ezt megakadályozzuk, az megint csak azzal érhető el, ha a vírus szaporodását a minimálisra csökkentjük, vagyis nem adunk neki olyan szervezetet, ami még fogékony, ha oltatjuk magunkat, akkor nem tud bennünk szaporodni, és a mutáció kialakulásának veszélyét ezzel nagy mértékben csökkentjük. Picit beszélgessünk a manapság már talán régen, hát nem is azt mondom, hogy elfeledett, csak régen emlegetett témával kapcsolatban. Volt egy olyan elmélet, teória, miszerint a BCG oltás, ugye, ami azért számos országban kötelező védőoltás gyermekkorban, valamelyest összefüggésben lehet a koronavírussal, mármint olyan szempontból, hogy az az oltás valamelyest enyhítheti a tüneteket. Most is folyik Magyarországon ennek kutatása. Így van, és ezek a statisztikai összefüggések sajnos azóta több esetben megdőltek, tehát az, hogy a BCG oltást még folyamatosan, rendszeresen alkalmazó országokban esetleg a COVID-fertőzöttek, COVID-elhunytak száma alacsonyabb lenne, ez számos ország esetében azért azóta megdőlt. De a szegedi kutatások továbbra is folynak, és szegedi kutatók felfedeztek bizonyos hasonlóságot a BCG oltásban lévő mikobaktérium nevezetű kórokozó, illetve a koronavírus bizonyos fehérjéi között, és úgy gondolják, hogy talán ezek a hasonlóságok mégiscsak szerepet játszhatnak abban, hogyha van egy ilyen statisztikai összefüggés, akkor ez immunológiai magyarázatot adhatna. De én azt mondom, hogy várjuk meg a COVID-járvány végét, és hogyha már minden adat a birtokunkban lesz, akkor utólag is ki tudjuk elemezni azt, hogy valóban tényleg a BCG oltás és a COVID-betegség esetleges alacsonyabb szintje között összefüggés van-e bizonyos országokban. Végezetül egy picit arról, hogy a mutánsokról sokat beszélgettünk, adott esetben, ha ez így alakul, amit most is látunk, hogy megjelennek ilyen mutáns fajai ennek a vírusnak, mennyi idő alatt lehet reagálni erre védőoltás tekintetében? Szerencsére nagyon gyorsan, és én itt szeretném hangsúlyozni, hogy ha sokan idegenkedtek, csodálkoztak, furcsálkodtak azon, hogy a korábbi 4-5 éves vakcinagyártási eljárás a kidolgozástól a piacra kerülésig lerövidült egy évre, azok vegyék figyelembe, hogy a technológia ezen a területen is nagyon gyorsan fejlődik. Nem csak az autóipar, nem csak az űripar, nem csak a komputer technológia fejlődik, hanem a vakcina technológia is. Noha ez kevésbé kapott figyelmet talán az elmúlt 30 évben, de ennek köszönhető az, hogy most már 4-5 év alatt, egy év alatt ki tudtunk egy megbízható, hatékony vakcinát fejleszteni, illetve én úgy gondolom, hogy ha a mutánsok miatt újabb vakcinák kidolgozására kell, hogy sort kerítsünk, akkor nagy valószínűséggel ez már még rövidebb idő alatt, akár 4-5 hónap alatt is lefolytatható, tehát senki ne idegenkedjen attól, hogyha esetleg még rövidebb idő alatt kerül majd piacra az új mutánsok ellen is védő vakcina. Na meglátjuk, hát sok mindenről beszélgettünk, sokféle forgatókönyv létezik, majd kiderül, hogy mi lesz mit hoz az élet. Így van. Nagyon szépen köszönöm, hogy ismét itt volt velünk. Én is köszönöm, és mindenkinek kitartást kívánok még ezekben az utolsó hetekben. Ne veszítsük el a türelmünket most a véghajrában. Így legyen. Köszönöm szépen. Önöknek is köszönjük a figyelmet, ez volt a Háttér. Jövünk majd természetesen friss adással, kövessenek bennünket a különböző közösségi felületeinken, vagy weboldalunkon, de már is mutatjuk az elérhetőségeinket. Ha bármi kérdésük vagy ötletük van, akkor ne tartsák magukba. Minden jót, viszontlátásra!
A műsor támogatta a Médiatanács támogatási program keretében.